persze, hogy akkor jönnek közben mindig a komplikációk, amikor valami egyéni csúcsra készülök itt a teremben. Hát indultam volna reggel, most pár órája edzeni, tehát ahogy mentem ki a kapun, visszanéztem, akkor láttam, hogy ott ereszkedik egy kis sikló a udvar közepén. Aztán gondoltam, hogy inkább én kapom el, mint a kutya, így jobban jár a kutya is, meg a sikló is. Aztán ott hajkodáztam egy fél órán keresztül, ott bujkált a bokrokban, meg minden. A végén sikerült elkapni, kivittem hátra, kívül az udvaron, hogy a kutya ne tudja elkapni, aztán jöttem edzeni. Kőgolyó edzés nyomok ismét, mint tőlem már megszokhattátok. Most egy egyéni csúcsra készülök, ez pedig az lesz, hogy az ölből fölrakás gyakorlom már olyan 5-6 edzés óta, talán ez a 6. edzésem, és mivel nekem a sokkal jobban megy, mint a földről felvétel, ezért úgy döntöttem, hogy most megpróbálok azba is egy egyéni csúcsot dönteni. Legelőször a 155 kilós golyóval kezdtem az emelést, erről most bevágok egy videót, nézzétek meg! A következő edzésen már ment a 173 kilóssal. Majd most péntek van, kedden a 192 kilós golyóval is emeltem 2. Rá fogok menni a legnagyobb golyónkra, a 207 kilósra. Tehát lesz, ami lesz. Most maximum, ha nem sikerül, akkor leesik aztán annyi. De mindenképpen szerettem volna megpróbálni, tudni szeretném, hogy ennek a ölből emelésnek is hol van a vége. Tehát most mivel csúszásba vagyok a sikló miatt, ezért így a vlog szövegét így edzés közben próbálom fölvenni, vagy majd a végén. Mert látjátok, már nyomom a bemelegítést, mert nem is akarok kizökkenni, megpróbálok maximálisan az edzésre koncentrálni, illetve hát erre az emelésre. Mert én egyébként úgy szoktam mindig az egyéni csúcsokat dönteni, ha követitek a vlogjainkat, már láttátok, hogy 100%-ban koncentrálok. Tehát nem csak úgy odaállok, aztán ahogy esik, úgy puffan emelem össze-vissza, hanem tényleg mentálisan fejbe is 100%-kal ott vagyok minden gyakorlatnál. Túl is vagyok a bemelegítésen, 207 kilós golyó bekészítve 115 cm magasra, és kezdjük! Elszámítottam magam, úgy éreztem, hogy már a golyónak a nagyobb része fönt van, aztán elengedtem, majdnem visszaesett. Na, mindent sikerült menteni. De igazából egy valamiről elfeledkeztem sajnos. Mikor a 192 kilós golyót 3 napja föltettem 2-szer, megmutattam a srácoknak a videót, és akkor Imi mondta, hogy hát őre könnyű felrakni. Szóval most nyomunk egy emelést Iminek kedvéért, őv nélkül. A mai edzésem komolyabb része az ennyi lett volna.
igazából ez nélkül is azt éreztem, hogy erőben meg lett volna. És akkor húztam a golyót, nem volt rajtam az öv, és akkor így a ruhámat lejjebb tudtam húzni, ez egy centivel vagy másféllel a golyó, és pont annyi kellett volna, hogy fölgatjon az állványra. Na, mindegy. Ezt csak így kipróbáltam mi kedvéért, de egyébként övbe fogom csinálni az emeléseket is, akár földről, akár ölből. Aztán sajnos ennél nagyobb kőgolyónk nincs, 207 a maximum, tehát ennél nagyobban nem tudnám kipróbálni. De egyébként készülök egy meglepetéssel, tehát magamnak, meg nektek is. Majd hamarosan, egy-két vlog múlva szerintem már be is fogom mutatni, addigra elkészül. Köszönöm, hogy megnéztétek a videót. Úgy gondolom, hogy ebben a videómban is tudtam valami egyedit alkotni, amire így nem sokan képesek 100 kg alatti testsúlyon. Ennek örülök. Jó, nyilván ezt nem lehet összehasonlítani a szabályos kőgolyó emeléssel, hiszen ez csak a felső szakasza. De hát sokan vannak úgy, hogy könnyen ölbe veszik a golyót, és ölből nem tudják felhúzni az állványra. Hát nekem ilyen gondom soha nem volt, és nem is akarom, hogy legyen, mert ha el tudok jutni addig, hogy a 200 kilósat ölbe tudom venni, az a célom idénre, vagy az idei évre, akkor nem akarom azt, hogy mondjuk az ölbevétel kiveszi az energiám 60%-át, és akkor a maradékkal meg nem fogom tudni már felhúzni. Tehát úgy akarom, hogy mire eljutok addig, hogy ölbe tudom venni a 200 kilósat, addig ölből akár már 3-4-5 ismétlés is menjen folyamatosan. Mert akkor még ha az ölbevételt is lesz, egyszer, ha nehezen is fel fogom tudni tenni, az biztos. Tehát nem akarom, hogy ezen múljon. Sziasztok! Sziasztok! Újra itt vagyok, új pokőből edzésem van, ugyanis 3 nap telt el az előző edzéshez képest, de vétettem egy amatőr hibát, miután a 207 kilósat ölből föltettem 115 cm magasra. Ugyanis nem mértem le, nem hoztam be a mérleget, nem hitelesítettem. Aztán ahogy emelés után föltettem a videót, alig telt egy pár perc, egybe jöttek a beszólások. Jó, magyar mentalitáshoz híven, ez kamu, ez nem annyi, minek hazudsz, stb. És most ismét akkor nem a földről emelést akartam volna erőltetni ezzel az edzésen, hanem a földről emelést, de mivel ez most így alakult, akkor hát természetesen semmiben nem telik behozni a mérleget, és akkor most még egyszer megpróbálom a 207 kilós golyót föltenni, és akkor utána leveszem, vagy lehet megpróbálok két ismétlést, és hogyha nem megy csak egy másik leesik, akkor is rágulítom a mérlegre, hogy hitelesítve legyen, hogy lássátok, hogy valóban nem kamu, hanem tényleg a 207 kilós golyóval edzettem. Pihenő után azért újra rámenni egy ekkora súlyra, az durva, na de végül is sikerült föltennem, és hát sajnos amit láttátok, valóban nem 207 kg volt, hanem csak 206. Tehát akkor elnézést kérek mindenkitől, aki azt mondta, hogy nem 207 kg-nek amúzzak, na igazuk volt, nem 207, 206. Tehát a kőgolyók ugyebár mi a betonból vannak, fél kiló, egy kiló, sőt a nagyobb átmérőeknél 2 kg súlyingadozás is lehet egyébként attól függően, hogy most mennyire párás a levegő, nedvességet vesz föl, kiszárad, nedvességet ad le,
Sőt, még ha esetleg valaki kint edz velük és jól megázik, akkor 3-4 meg 5 kg különbség is lehet súlyba. Tehát ez most így hiteles, hogy ez az emelés ténylegesen 206,15 kg volt. Na de mivel kérdeztétek többen is az emelést követően, hogy a földről nem tudom ölbe venni, akkor hogy került fel a golyó lábányra? Most akkor ezt is megmutatom nektek, hogy hogyan oldottuk ezt meg. Célom, hogy a 207 kilós golyót, illetve már most kiderült, hogy most a emelésnek 206, tehát mindegy, ölből feltegyem 115 centire. A jövőben valószínűleg ezzel a golyóval nem fogok gyakorolni ölből, mert nem akarok itt egy ismétléses maxokat nyomni 2-3 naponta, mert úgy vannak kőből edzéseim, hanem inkább a földről emelést akarom erőltetni, hiszen nekem az a gyengém. Aztán innen ölből szerintem csak a 192-essel fogok pakolgatni 2-3-4 ismétléseket, ahogy megy, gondolom, majd edzésről edzésre egyre jobban fog menni, egyre több ismétlés. Így most már remélem mindenki elhiszi, hogy valóban 207, illetve 206 kg volt a golyó, amit föltettem, de hát aki még a mérlegnek se hisz, az nyugodtan hozom saját mérleget, eljöhet hozzánk, megpróbálhatja, rágújíthatja saját mérlegére, ha úgy gondolja, hogy valami csalban a dologba, szeretettel várjuk.